A település plébánusa nagy örömmel mutatta be Zebegény lakosainak Mysterium Fidei, azaz Íme hitünk szent titka című könyvét. Az esemény kezdetén Hutter Jánosné polgármester ajándékkal köszöntötte Attila atyát. Az előadó a könyv eredetével kapcsolatban elmondta, hogy Verbényi István kanonok egy nagyszabású monográfia elkészítésén munkálkodott, azonban rosszabbodó egészségi állapota miatt végül amellett döntött, hogy megírja a Szentmise rövid és közérthető katekézisét. Zebegény plébánusa is segítette István atyát munkája során, majd a szerző elhunytával elhatározta, hogy összegyűjti az addig elkészített írásokat és befejezi a könyvet. Ez azért fontosak ezek a könyvek, hogy egy kicsit úgy belelássunk, hogy hát mit is csinálunk mi valójában. Nem teljesen kimerítő, meg mindenre nem ad választ, tehát rengeteg kérdés nyitva marad. Ez egy nagyon kis összefoglaló munka. De abban segít bennünket, hogy megértsük, hogy mit miért csinálunk, tudatosítsuk, és egyre nagyobb örömmel tudjunk részt venni a Szentmisén. Ez azért is fontos, mert ha nem veszünk részt örömmel rajta, az egész elsikkad egy idő után, és elveszítjük a lényeget. Attila atya kiemelte, hogy 1970 óta a latin helyett mindenütt nemzeti nyelven tartják a szentmiséket, ám ennek ellenére sem jelenthető ki, hogy a hívek értenék, hogy pontosan mi és miért történik a szertartás során. Kezdtük érteni, hogy mit mond a pap, ezzel együtt egyre kevésbé kezdtük érteni, hogy mit mond a pap. Tehát az olyan szavak, mint megváltás, üdvösség, kegyelem, kieszközölni. Mit jelent például a bűnbánati ima a Szentmise elején? Milyen jellege van? Milyen plusz vagy milyen mínusz van benne? Ezek gyakorlatilag, hát lehet, hogy valamikor egyik-másik lelkipásztor bevezette a híveket, hogy minek milyen jelentősége van, minek mi az értelme, de ez úgy elsikad, gyakorlattá válik. De éppen az volt a II. Vatikáni zsinatnak is a célja, hogy az emberek minél inkább megértsék, hogy mit teszünk mi közösen a Szentmisében. Az előadó szerint hiába változik a világ napról napra, nekünk újból és újból vissza kell térnünk a krisztusi gyökerekhez, hiszen Jézus az egyház mindenkori viszonyítási alapja. Hozzátette, hogy ami a Szentmisén történik, az gyakorlatilag kétirányú. Egyrészt bemutatja azt, hogy milyen életre törekszünk mennyei hazánkban, másrészt a misén tanuljuk meg azt, hogy miként valósítsuk meg Isten országát itt, a Földön. Zebegény plébánusa felhívta a figyelmet arra, hogy a Szentmise általános rendelkezései szabályozzák az énekek, a gesztusok és a testtartás jelentőségét is, valamint kitérnek a szent csendek megtartásának fontosságára is. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Tehát ezt úgy is lehet csinálni, például most nagyon sokszor előfordul, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek. Gyorsan legyen meg. Ha! De ha én azt mondom, hogy vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg, hogy ünnepelhessük az Úr szent titkait, hát adok neked időt arra, hogy te ezt meg is tedd. Attila atya személyes élményei és tapasztalatai segítségével támasztotta alá a Szentmisén felcsendülő dallamok éneklési módjának jelentőségét. Kicsit sírok néha egy Zebegényben, amikor Alleluja, 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 vagy, és akkor rá a válasz, Alleluja, 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 jaj, de örülök neked, Uram, már megint itt vagy. Tehát körülbelül ilyen érzés, hogy amikor csönget a pap valakihez, és akkor kinézünk egy kukucskába, nem veszünk semmit. Vagy nem vagyunk itthon. Tehát az örömünket azért nem így fejezzük ki. A plébánus továbbra is vidám, ám de sokat mondó történetekkel világított rá arra a tényre, hogy igenis fontos, hogy a hívek tisztában legyenek a Szentmisén elhangzó szövegek pontos jelentésével és jelentőségével. Volt nekem olyan élményem, hogy az Úr legyen veletek a kántor a székes egyház végéből, és a te lelkeddel, lent mindenki, emeljük föl, fölemeltük az Úrhoz. És akkor adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, és valaki éppen mondta a kántornak a valószínűleg,
akkor nem jött, hogy méltó és igazság. Nem jött. És akkor a kántor kapcsolt, hogy valamit mondani kellett volna. Amen. Még lesz is. Jó, csak hát ugye az... De csak azért volt, mert senki más nem válaszolt. Megszokták, hogy a pap beszélget a kántor. Csak azt nem értik szerintem nagyon sokan, akik ülnek így a templomban, hogy elképzelem, hogy most mit beszélek el állandóan a fejünk fölött? Most, hát menjen oda, és ott beszélgessenek egymással. A jó hangulatú könyvemutató záró gondolataként Attila atya elmondta, hogy sem a hívőknek, sem a papnak nem jó az, ha a Szent Mise a hiányos liturgikus tudás miatt egyfajta, néhol kissé kínos, berögzült gyakorlattá válik. Az esemény végén az érdeklődők meglátásaikkal és észrevételeikkel kiegészíthették az előadást.